úgy gondoltam, hogy egy mágust kasztot kezdek, mivel már vannak nagyobb szintű más karaktereim, de ez még nem olyan nagy szintű volt. Akkor kezdjünk is bele, felveszek néhány küldetést. Hoztam az egyik barátomat, ő is olyan nagy szintű kezdett nekem egy új karaktert, hogy azért tudjuk együtt vinni ezt a végjátszást az elején, ugye? Felveszek pár küldet, amit gyorsan megcsinálunk. Oké. A tutoriált kihagytam, remélem nem baj, ha baj, írjátok meg kommentbe, és nyugodtan várom a válaszokat, mondjátok mi, hogy legyen, én szívesen elfogadom ezeket. Megkaptuk az új képességet. Szóljatok, hogy mondjuk tudjad, aki kezdők vagy ilyesmi, azoknak mondjak egy pár dolgot a játékról a következő részben, akkor ez is lesz. Csak tudjátok így még, nem tudom pontosan, hogy most ti mire gondoltok, meg ilyesmi. Úgyhogy az elején még nem lesz, de szívesen majd rakok bele. És amúgy te mikor fejlődtál? Jó, mert ugye még a 10-es szintben még megvan az 5 szint, de... Állj, már 6-os vagyok, igaz? Most vettem észre. Az eleje úgyis még unalmas. Hát nagyjából igen, meg ezek az alapküldetések. Hát igen, ez az első 20 szint azért inkább a fejlődés. Meg akkor éri meg, hogyha PvP-zni akartok, akkor inkább, mert az elején se éri meg annyira, nincs sok képesség, ugye. Felpénzelt karakterek, akiben sok az ereje, annak persze, hogy megéri kis szinten is. Meg aki ügyes nagyjából, de inkább ezekben a 20-as szint környékén éri meg PvP-zgetni. Még nem olyan erősek. Az ellenségek se. Megvan a kellő képességek, ugye. Ez a küldiket mindjárt befejezzük, akkor lassan majd megöljük azt az első minibosszt, hát főbossznak számít. Na, megtaláltuk a gyermekét. De azért az konkrét, hogy az eszköztáradba teszed a gyereket. Na nézzük, ez a küldetés megvan. Már csak ez kell, de hát ez bárkitől megkaphatjuk. Akkor... Ez a később küldetésekben lesz majd, amikor ide kell jönni, úgyhogy ezt hagyjuk, egyre menjünk el. Régen voltam már ilyen kis szintű. Újja van. Na. Ja, hát az karakter. Ne engem lőjél, te gyerek. Vagy te csaj, mondjuk így inkább. De jó, neki már megvan az ugrása. De Jézusom, azhoz képest az elég jól tolod. Aj, kapjuk már meg azt a tízét, mert kéne az eszencia, és mert hát nem is ilyen tovább küldetésekkel. De nézzük a cuccainkat, ezt majd hát később tudjuk berakni, de úgy bírom, hogy ezeket a sima cuccok még semmit nem adnak szó szerint. Jónak egy-egy üres foglalatot, amikor kis szinten még a kövek nem is játsznak akkora nagy szerepet a... Érted a játék elején, de ilyen egy védelmeket semmit nem adnak. Ezt nagyon bírom.
Ja, tényleg itt van ez. Hát ez a kétkezes se rossz mondjuk. Hát az elejére mondjuk berakom, ma úgyis itt még nem sebeznek, akkor hát legalább könnyebben ölöm őket. Ilyen egy lövése. Ja, ez is megvan, akkor mehetünk. Leadjuk a küldetéseket szépen, és veszük fel az újakat. Hát, remélem valami jó kis karakter lesz belőle. Bár innen még ki tudja, mi? Ezt leadjuk. Oké. Viszont az ilyen videók ilyen 10-15 percesek lesznek, mivel hát a netünk ugye nem a legjobb, úgyhogy ezt nézzétek el. De szerintem ennél hosszabb nem is kell, mert egy idő után meg is lehet unni, úgyhogy... Ez az. Hát fejlődtem 7-essé. Kaptam új küldetéseket. De nézzük ezeket a talentos cuccokat. Igazándiból várjunk. Ez nem rossz, bármi kis szinten nincs olyan sok képesség, amihez, ami enne olyan sok manát. Ez viszont nem rossz, hogy többet csövesz. Hát ennyi. Eladom azt a kis kevéske kis cuccot, az kell. Ezt minek rakjam be, hanem ott semmit. Igazándiból itt nem is éri meg most semmit venni. Maximum egy irat, ha nagyon kritre szeretnénk menni. Na, akkor folytassuk is a küldetést. Olas kocsvaléka. Ja, inkább ezt csináljuk meg esőnek. Kivesszük az eszenciát. Kivesszük az eszenciát, hogy azért ne izéljük. Fogyasztjuk, azt érdemes gyűjteni. Főleg, mikor nagyobb szinten jönnek a nagyobb bosszok. Nagyobb bosszok, hát akkor azért el kell, hogyha gyengébb vagy, akkor el kell az eszenciák. Szóval, akkor most lemegyünk szépen ahhoz a küldetéshez, fölvesszük. Szerintem úgy lesz, gyerekek, mivel most nem néztem az időt, hogy mikor indítottam el, és ugye nem lesz olyan hosszú videó, átfejlődök 8-as szintvé, akkor ennyi lesz ez a videó. Maximum 9, mert még megöljük azt a bosst, és akkor úgy. Igen, megcsináljuk ezt, tehát a két küldetés, megöljük a bosst, és akkor ez az első videó körülbelül ennyi lesz. Igen. Meg még a napi küldi. Aztán legközelebb nézzük jobban az időt, akkor vagy hosszabb lesz, vagy rövidebb, mert most nem tudjuk ugye az időt. Bár szerintem még nem megy olyan régóta. Azt öljön ezt a nyugodtan, én úgyis a küldhez megyek. Jó. Nincs válasz a kopogásra, az elhagyatottnak tűnik. Na. Hát. Ja. Hát még oda le is kell menni. Az nem úgy megy. Kicsit ezt is használjuk a képességet, ha már van. Na, azért kaptuk. Megyünk fel a küldihez, ez kész. Oké, megyek oda a spanomhoz. De jó a célzásom, mint egy vakegér. Jó. Na Rambo. Hát kocogni nem tudok. Se gyalogolni, csak ebben a tempóban menni. Ó, egy gömb. Oké, egy kis zsozsó. Sosem árt, főleg mikor jönnek ezek a hatalomkovátok, akkor viszont elkéletünk. Az első, hogy a fület. Az még nem tudjuk semmi, de se a fületes. Most a boss fogjuk megölni? Oké. Akkor most elsőnek a boss-t öljük meg. Hát most a sorrendet úgysem mondtuk meg. Szóval akkor a boss. Te leadjuk még azt a küldit, és még a napi. És akkor ennyi volt egy.
Nyugi, még itt vagyok. Spanomát is fejlődött. Ilyen, amikor átfejlődik valaki, aki tudja, hát az ne szóljon be, hogy ez tök alap dolog, de hát azért tudja az is, aki még nem annyira jártas ebben a játékban. Itt is kaptam egy kesztyűt, de hát az nekem van jó, úgyhogy minek kell az. Na. Hát a HP-nk több lett. Jó. Na akkor bemegyünk a bosshoz. Ha ezt a bosst megöljük, azt hiszem 7-et kapunk. 7 állkulcsot, abból kinyitom azt a kis ládikát is. Bum. Hát az eleje ez nagyon könnyű én. Tényleg is kérdezik el annyira jó cuccok. De azért itt is lehet halni. Számokkal fixálni. Oké, HP. Elég jól bírja az a kis híjász. Na hát lehet, hogy ezt kéne most ide azért inkább mégiscsak. Na most mi van? Oké. Ezeket lefagyasztjuk szépen, azért. Jó. HP. Hát nem tudom, szerintem bírni fogjuk azért a boss, de nem egy könnyű. Ajajaj. Na. Mindjárt odaérünk, ahogy látjátok. Megöljük. Te öld azt, én ölöm körülötte. Ez Jézusom én körül. Azaz, meghal. Kapítunk is tőle egy magicet. Remélem rövid volt. Egykezes. Aha, azt hiszem ez most fejben nem tudom pontosan. Igen. Ó, 10-es szintre tökéletes is lesz, nem ezzel a 3 szintű kis bénasággal kell járnom. A szörnyek hordáját. Ez király. Kaptam egy iratot is, az sem rossz. Ez a kettőt megeladom. Ja. Ezt is felszedem. Kibontom még azt a... 5 állkulcsos ládát. Igen. Még egy inasbot, de jó. Na, de ezt most be is tudom rakni. Akkor ezt berakom egyenlőre. Leadom még a küldetéseket, megcsinom a napit, és akkor szerintem ennyi lesz ez a videó. Oké, ja, ezt kiszedjük persze. ...1500 HE, az már durva. Harcérjük, aki még nem tudná. Ez most jött be még a játékba. Hát igaziból, aki profi, az mondjuk el tudja dönteni magának, hogy az melyik tudsz a jobb. Bár azért sokat segít még azért, hogy melyik a jobb. De ugye attól függ, hogy te mire gyúrsz. Na, szóval, leadjuk a küldetést. Ja. Majd lesznek ilyen külön eventes videók, de azt lehet, hogy a nagyobb karjaimmal fogom csinálni, meg ilyesmi. Várom nyugodtan a kommenteket, a válaszokat. Hogy gondoljátok, jó, ezt a küldit leadtuk. Greenfordba még visszamegyek. Oké. Oké, várjál ott King Shieldbe. Ezeket eladom. Na, menjünk. Oké.
most komolyan minek hagyjam meg? Ez kell, kell. Jó, ezek így kellenek. Oké. Akkor nézzük csak a napi küldetést. Hát nyerj meg két versenyt. Az, az lesz. 300 méltó szörnyet, az biztos, hogy nem nyerj meg két versenyt. Akkor megyünk egy 3v3-ra. Nem baj, nem tudsz pipizni valamit, csak kihozunk ketten. Ez jobb, most meg fogom szerintem. Ez hány szintre lesz, 10-es? Én kibírom még iratni. Úgyhát ezt meg minek hagyja meg, ha rosszabb, ezt eladom. Kibontom a napi kis ládikámat. Ó, az de komoly! Kaptam a ládikából egy ritkát. Az aztán komoly. Az az ég... Ja. Hát elég ritkán dobja ezeket a dolgokat. Talán. De azért az komoly, hogy a sima szallagnak az én nulla helye. Na mindegy, rakjuk be. Na az jó. Már csak két simája van. A IAS barátomnak. De gyorsan felfutok. Addig. Addig felveszem a küldiket, de azt már nem fogjuk megcsinálni, ugye? Én meg most hát ugye, gondolom most még így az elején nem sokan néztek, de... hogy várom a jelentkezőket, nyugodtan jöhettek segíteni egy-egy dolgokban, érted? Valami bosszoli és eventeken nyugodtan jöttek. Azaz. Egyeket tölt a kutyának. A HP az konkrét. Na, bemegyünk 3v3-ba. Igen. Harcolt jelölt vagy már? Hát akkor meg mit? Ajajaj, kezdőharcos újjant, az egy kicsit durva lesz. De az a kezdőharcos, hogy úgyis csak egyetes szintű tank, azért az durva, de... talán ki tudjuk taktikázni. Ezek szerintem rám jönnek, vagy nem tudom. Jézusom, egyedül vagyok már? Hát, meghaltam. 500-akat kritel, az komoly. Atya úristen, hát ez valami nagy bukás lesz ez itt. Mert mit is várunk? Öljük, az mindjárt meghal. Erre a... aha, értem, hát persze, erre ezzel vigyázni kell. Hát úgy, hogy én meghaltam. Yeah. Nem baj, na majd a jobb szinten kapni fogtok. Aj, de jó lenne, meg lenne az őr, kis szingú. Na nyugodjatok meg, leg lesz az az időszak, és akkor kicsit fosni fognak tőlem. Ja, de jó, hát ő már 9-es minimum, ha nem több. Hát mert mondom, megvan már az ugrás a gyereknek. Spannolás. Teleport. Kaptam egy ilyet. Kapok is majd egyet mindjárt. Na mindegy, szerintem megyek egy egyeket, abban mégiscsak jobb. Többet érek. Ja, lesz ilyen 5v5-6v6-os videók is, lehet, ha behozom a 37-es ijászomat, azzal is csinálgathatunk párat, ezzel elég jól tudok pvp-zni. Van már lassan gárdista, 24-es mágusom, van egy ugye egy nagyobb mágusom. Azt is, azzal is csinálhatunk videókat. Na, az sem rossz, de...
Ez nem nagyon használom azt a skillt, igazából csak az elején érdemes, amíg nincsen más. Hát erre nyomunk szerintem. Na. Még egy V1-eket gyorsan lenyomjuk. Azaz már be is hívtak. Már csak annyi a dolgom, hogy nyerjek, ami azért elég nehéz lesz, most valljuk be őszintén. Kezdőharcos nincs rang. Hát ez így nagyon jó. Ajajaj. De bírom a törpéket, hát az ellen elég nehéz nyerni, főleg kis szinten. Na jó, ez vesztés. Ó, ennek neki megyek, szerintem egyben meg is hal. Konkrétan. Nem is kell fosni. Istenem, de bírom. Ne álljál meg. Na jó van. Szerintem ennyi lesz, gyerekek, ez a videó. Bocsi, nem lesz benne, de... hogy bepótoljuk. A többi már benne lesz. Úgy kalkulálunk. Kalkulálunk. Meg ugye nézzük már az időt is. Na, sziasztok, ez a videójáték PC. Drakkesünk végigjátszás első része. Remélem élveztétek. A többire majd jobban rá felkészülünk. Meg hát ugye én még egy kezdő videós vagyok, kérlek nézzétek el. Továbbiakban sokkal jobb lesz. Sziasztok!